mindig igazítjuk a szálon. Az elején keskenyebb, aztán szélesedik, ettől lesz a levél. Kicsit fölhúzom, alul-felül. Első ránézésre a legtöbb embernek úgy tűnhet, lehetetlen vállalkozást csipkét verni. Kitartó munkával, na és persze rengeteg gyakorlással, Berkes Éva remekeihez hasonló csodákat mi magunk is készíthetünk. Utána jártunk a világszerte elismert csipkeverés titkainak. Úgy kezdtek el ezzel foglalkozni Magyarországon, hogy nem volt megélhetési forrásuk az embereknek, mondjuk nem volt termőföldterület, nem tudtak földet művelni, valamiből meg kellett élni. Látták, hogy ez erre lenne kereslet, és valamelyik élelmes asszony kitalálta, és ez egy fantasztikus megélhetési forrás is volt. Mint például Zoborvidéken, ahol elég elzárt terület, nem nagyon tudtak mit kezdeni, de amikor a bányák bezártak, azért ezt hozzáteszem, hogy ugye az volt a megélhetési forrás, valamikor az asszony kereste meg a pénzt ahhoz, hogy túléljék az emberek a nehéz időket. Alapvetően kétféle csipkefajta van, amit tűvel készítenek, varnak, vagy csipkének is hívják, vagy pedig, amit ezekkel a kis verőkékkel csinálunk, az a vercsipke. Ez a két nagy csoport, és azon belül hát számtalan fajtája van. Eredetileg nyilván a ruhának a tartozéka volt, kézelő, gallér, ruhaalja, egyházi textíliákhoz használták, terítők, tehát rögtön itt meg is különböztetünk betétcsipkét, meg szélcsipkét. Szélcsipke az nyilván valaminek a szélén van, a betét meg a textilnek a közepén, mondjuk. Így lehetne ezeket osztályozni. Vannak alapvető felszerelések, amit mindenféleképpen meg kell, hogy legyen. A fonal, anyag, van a csipkeverő párna, az alapvető, arra tesszük föl magát a mintát. Gombostű, abból nagyon sok kell. És kell a verőkéből, amit klöplinek is hívnak német nyelvterületen, bobinnak Angliába. Mi verőkének hívjuk azért, mert ugye, hogy össze, ahogy dolgozunk, összeverjük. Meg kell csinálni a mintarajzot, ki kell rajzolni, akkor azt hozzáragasztjuk egy ilyen kartonhoz, így néz ki, és a vége az, amikor van egy úgynevezett maszkoló papír, aminek az egy ragasztós, leszedjük, szétszedjük, rárakjuk, és akkor a stabilizálja, és így tesszük föl a párnára. Az is fontos, hogy a gombostűk hogy állnak. Rendkívül feszesen kell tartani, főleg egy ilyen laza szerkezetű mintánál, hogy tartsa rendesen. Aztán a végén ugye erősíthetjük ezeket a mintákat a különböző verésekkel. Tulajdonképpen három fő alapverés van, a vászonverés, az a nagyon fontos. A vásznak mindenki tudja, hogy állnak a szálak. Van egy vízszintes, meg egy függőleges. Tehát itt van egy vászonverés, az első, akkor itt van a félverés. Onnan kezdődik a dolog, hogy mit szeretnénk csinálni. Ha azt elhatározunk, hogy egy eredeti zobor inget csinálunk, akkor nyilván annak van egy szabás mintája, kiszabjuk az anyagot, eldolgozzuk a szél, kirajzoljuk a mintákat. Én az egyszínűeket szeretem, ebben van színes is, ebben a zoborvidéki öltözetben, ami szintén elég cifra, de az egyszínűeket szeretem, az alapszíneket, itt láthatjátok, fekete, ilyen borsózöld, kék és piros. Kirajzoljuk a mintákat, úgy a hímzésbe,
ugyanúgy, mint ahogy itt megvan a csipkének a rajza, és ezt először megrajzoljuk, lerajzoljuk, elképzeljük, hogy hogy van, nagyon, nagyon alaposan kiszámoljuk. Ez egy százszámolásos módszer, olyan az anyag is, nem mindegy, hogy milyen az anyag. Direkt szélsőséges eseteket raktam össze, mert ez pedig egy anyagba varrott csipke, amit, mint már említettem is, tehát itt az úgy működik, hogy kivágod az anyagot, kifeszíted, és beszövöd, megcsinálod a szélét, lefixálod, hogy ne feseljen tovább, és akkor beszövöd. Meg kell különböztetni azt, hogy a népviseletekben lévő csipkék, és az úri viseletekben használatos csipkék. Más volt a cél. A népviseleteknél elsősorban a ruha állagát próbálták megóvni. Minden darabra nagyon vigyáztak, ott nem volt felesleges, kidobandó textil, és például, hogyha a kézelőt, ugye azt figyelték, hogy hát hol rongyolódik el először, hát itt a kézelőnél, akkor ott igyekeztek úgy megerősíteni a kézelőt, hogy az ing ujját, hogy az ne rongyolódjon. Voltak olyan időszakok, amikor az iskolákban oktatták, amikor nagyon sok csipkére volt szükség, például 5. Károly a 16. században kötelezővé tette. Úgyhogy nem csak a lánynevelő intézeteknek lett volna erre szükségük, hanem általában szerintem mindenkinek. A paraszti világban szinte beleszülettek ezekbe a dolgokba, egészen kicsi kortól kezdve, úgy tudom, úgy olvastam, hogy már nagyon kicsi kortól kezdve odaültették a szövőszék elé, vagy este, amikor vart a nagymama, vagy az anyuka, akkor ott ült a kicsi lány és nézte, és ugyanez a csipkeverésnél is, hogy ez így történt. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.